Szerintem a kommunizmus egy óriási zűrzavart teremtett az emberi elmékben. Nem csak Magyarországon, ez az egész úgynevezett kommunista világban így van, hát ezt látjuk Oroszországban is például. Egy rettenetes zűrzavar, amikor az embereket megkorán és erőszakkal megfosztották értékmérőiktől. Úgyhogy egy szellemi, egy érték, nem is egy szellemi, hanem egy értékvákuum alakult ki, ami nagyon éreztette, egyre jobban, egyre inkább éreztette a hatását azokban, akik minél később jöttek ki Magyarországról, tehát a 70-es években vagy a 80-as években. Ezt fájdalmasan konstatáltam már a 60-as években, a közvetlenül a forradalom után is, hogy a legtöbb embernek nincs homogén véleménye, politikai véleménye és egyéb véleménye a világról. Ez egy rettenetes hiány, amit pótolni kell. Nem tudunk élni erkölcsi keretek nélkül, az ember el fogja pusztítani saját magát, hogyha nem törekszik, sürgősen törekszik új erkölcsi kereteknek a megteremtésére és a régi erkölcsi kereteknél annak betartására, amely tartósnak és igaznak bizonyult az évezredeken át az ember életében. Nem tudunk gazdaságilag fölemelkedni akkor, ha a gazdaságot tesszük meg az uralkodó faktornak, mert ez nem illik bele az emberi természetbe. A gazdaság egy faktor. Nagyon nagy hiba, hogy a kommunisták alapvető faktornak dolgozták ki. Most itt a bosszú egy másik réteg átvette alapvető faktornak, de ez egy másik a réteg kezében is hamis. Tehát új, a gazdasági életet igenis egy politikai és egy szociális keretbe kell betenni, ahogy ez a szociáldemokrata alternatívában, amit csináltunk, szintén benne van. Enélkül a politikai keret, és fölé kell rendelni már a politikai keretnek, szabad piac ide, szabad piac oda. A másik tanulság az, hogy a politika nem létezhet anélkül, hogy ne legyen fölötte egy erkölcsi keret. Ez a jövő generációk feladata. És talán eljutunk egy olyan nyugvópontra Kelet-Európában is, hogy az embereknek ideje és energiája lesz ezekre a tényezőkre gondolni, mert enélkül tulajdonképpen a kibontakozás a jövő nem tudom, hogyan képzelhető el.